Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt itt láthatjuk ezen a képen. Ez a római 7-es szám a hold energiáját jelenti, mégpedig az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Ugyanúgy, ahogy a képen látható, itt vannak a kelyhek, és a kelyhek utalnak érzelmekre, minden egyes kehely egy álom. És ő odafigyel rá, akarja élni a hivatását, vagy kell a nyeremény, a szép családi kapcsolat, vagy a szerelem, egy új autó, vagy egy ház. Tehát minden egyes kehelynél van egy álom. Ha ő hisz ezekben az álmokban, akkor ez az álom megvalósul. Ha viszont nem hisz ebben, akkor ez egy illúzió és csalódásokhoz vezethet. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Azt megtekintjük most itt ennél a kártyánál. A 4-es szám utal a biztonság érzetére. Az anyagiakat illetően, a munkát illetően, a párkapcsolatot illetően. Számára ez most nagyon fontos, de hibázik. Hiszen itt látható a képen a tartása. Ott ül a kincses ládán, és ebben a kincses ládában minden benne van, amiről ő álmodozik. Itt ezek a kelyhek, ott van a kincses ládában. De amíg ő itt fogva tart valamit, és mozdulatlan, nem tudja ezt elengedni, akkor a keze nem szabad. És ebben az esetben nem tudja kinyitni a kincses ládát. Ez csak akkor valósulhat meg, ha ő valamit vagy valakit el tud engedni az életéből. Lehet, hogy eddig úgy gondolta, itt van a biztonság. De ő nem boldog ebben a helyzetben. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Azt megtekintjük most itt, ezen a kártyán. Itt a kelyhek láthatóak, mégpedig három darab. Az jelentheti azt, hogy lesz közeledés köztetek, a kelyheknél érzelmekről van szó, és a hármas szám jelent akkor egy új irányt, vagy egy kiútat, egy közös célt például. De ahogy látható a képen, itt megvan a vidámság, az ünnepség, az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és ott fogtok találkozni, és a vidámság azt jelzi, hogy jól érzed ott magadat. Persze ő is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!